Több mint 280 ezer eurót, átszámítva csak nem 110 millió forintot találtak egy brüsszeli szocialista EP képviselő fiának házában. Egy belga lap írta meg, hogy a szövetségi rendőrség razziát tartott a baloldali uniós politikus nevéhez köthető hat ingatlanban. Ezek egyikében lakik a politikus fia, nála találták meg tehát a hatalmas összeget. Az érintettek és ügyvédeik egyelőre nem reagáltak. Barna. Köszönöm szépen, Halkó Petrával fogjuk áttekinteni a kérdéskört, amennyire tudjuk, a 21. század intézet elemzője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt mondja, hogy az érintettek, márhogy Marin Arena, a fia, és ügyvédeik egyenlőre nem reagáltak. Értem én, hogy itt taktikai ok is lehet a háttérben, de minél jobban telik az idő, annál jobban gyanús, hogy ott valami lehet. Hát mi nem lehet azt mondani, hogy naív vagyok. Kérem nekem, jól menő, mosodám vagy. Olyan pörök, hogy itt van, ja persze ezt számlákkal kell igazolni. Hát ugye önmagában az a probléma, amely már tavaly december óta tart, ugye kirobbanását követően 9 hónap telt el az európai parlamentes korrupció botrány kirobbanása óta. Azóta körülbelül 11 konkrét személyt tudtak azonosítani, európai parlamenti képviselőket, hozzátartozókat, illetve egyéb dolgozókat a testületben. Na most az a probléma mindezzel, hogy azt látjuk, hogy minél inkább telik az idő, ahogy ön is fogalmazott, nem egyre több válaszra derül fény, hanem egyre több kérdés merül fel, amely azt bizonyítja, hogy ez egy nagyon szerteágazó rendszer szintű probléma az európai parlamenten belül, és arra enged bennünket következtetni az, hogy nem akarják vállalni a testület részéről a felelősséget, hogy túl sok haszonélvezője van ennek a működésnek, mondjuk így. Mondjuk lehet, hogy azért is húzzák, halasztják egy feltételezésem szerint, mert hogy hamarosan itt vannak az európai parlamenti választások, addig ki kéne húzni? De az európai parlamenti választások idejére azt ígérte maga az európai parlament, hogy tisztázni fogja ezt az ügyet. Különféle reformjavaslatokkal éltek, törvénycsomagot, illetve különféle bizottságokat szerettek volna felállítani annak érdekében, hogy megtisztuljon a testület. Ugyanakkor, ahogy a lengyel gondolkodó Legutko, illetve európai parlamenti képviselő is fogalmazott, egyelőre ott tartunk, hogy üres szavakról beszélünk, nem történt eredmény, nem láthatunk olyan eredményeket, amelyek azt mutatnák, hogy hatást gyakoroltak erre, vagy megtisztulás folyamata irányába haladnának egyáltalán a folyamatok, sőt, mi több, az látható Eva Kaili esetéből is, hogy az Európai Parlament történetének legsúlyosabb korrupciós botrányát büntetlenül, következmények nélkül lehetett megúszni. Mondhatjuk, hogy eddig, mert nem tudjuk, mi lesz a vége, de vidáman szavazgat, nyomkodja ott a telefonját, bár hát a jogállásuk szerint őket nem lehet csak onnan kipenderíteni, nyilván jogerősen elítélik. De hát ez még sehol nincs ez az ügy. Hát ugye önmagában azért érdekes vagy pikír ez a helyzet, hogy valóban, ahogyan is fogalmazott, visszaültek az érintett képviselők az Európai Parlamentbe, és elláthatják továbbra is a hatáskörükbe, ezt a feladatkörükbe tartozó munkájukat, mert ezek azok az európai parlamenti képviselők többségében, akik... Hát elnézést a képért, de habzó szájjal szoktak mutogatni azokra az európai uniós tagállamokra, mint például Magyarország vagy Lengyelország, akik a szuverenitásuk megőrzése érdekében a mainstreammel sok esetben ellentétes álláspontot képviselnek, amelyek egyébként nem utolsó sorban magának az Európai Uniónak is az érdekében álló döntésekről szól. És mégis, amikor a tettek mezeire kerülne a sor, akkor azt látjuk, hogy ezek a hangzatos szavak, mint például demokrácia vagy jogállamiság kiüresednek számukra, nem hogy a jelentőségük, de a jelentésük is megváltozik a gyakorlati szintéren. Tulajdonképpen ezek a képviselők élősködnek az Európai Uniónak a jogállamiságán, illetve demokráciáján. Azért annak van egy diszkrét bája, amikor felmerül a gyanú, hogy valahonnan esetleg korrupcióból származó pénzek a három említett képviselőnél, ugye Maria Arenánál, Marta Arabellánál, Eva Kailinál, a Pier Antoni Panzeri, ugye volt olasz képviselő, vádalkot kötött, jól bele is rángatta a többieket. Szóval, és aztán meg megszavazzák mondjuk más országgal szemben a korrupció ellenes intézkedéseket. Miközben hát én nem mondom ki, hogy mi történt, mert nincs fegy a vizsgálatnak, de hát mégse illegális szalonna sütésért vizsgálódnak. Hát pontosan ugye... Hát ővele szemben van ilyen vizsgálat, egy másik országgal szemben meg megszavazza, nyomogat. Hát minimum tartózkodhatna. Nem akarok beleszólni. Ezért fogalmaztam úgy, hogy itt azért egy nagyon komoly kettős mérce, illetve probléma merül fel az Európai Parlamentnek a hitelességével kapcsolatban. Tehát azért egy sokkal mélyebb rendszer szintű problémáról beszélhetünk, hiszen ezek azok az európai parlamenti képviselők, akik olyan állásfoglalásokat fogadnak el, amelyek befolyással bírnak egyébként az Európai Bizottság vagy az Európai Unió bírósága
bíróságának a döntéseire, ítéleteire is, ilyen értelemben pedig beépülnek az Európai Uniós döntéshozatalba, és problémákat okoznak olyan Európai Uniós tagállamoknak, mint például Magyarország, amelynek a különféle jelentések, jogállamisági eljárások következtében teljesen alaptalanul visszatartják a neki járó forrásokat. Mi lesz ennek a vége? Mi lehet a vége? Ugye most szeptember, október, november, december, január, február, március, április, május, június, tehát 10 hónap van a választások, európai parlamenti választások. Hát még addig bármi kiderülhet, de én húzom a stigulákat, mindenki csak a bal oldalon bukik meg. Ugye itt valóban a jobboldali képviselőknél nem tudom, gyanú sem merült fel. Nem árulkodó egy kicsit? De igen, csak árulkodó, hogy az képviselők többsége ugye a szocialista párt családhoz köthetők az Európai Parlamenten belül, ugyanakkor a néppárttal is kapcsolatban is felmerültek már különféle gyanúk, a különféle nyugati médiában már azért napvilágot láttak ilyen információk is, de valóban sokat árulkodó az, hogy elsősorban a baloldali, balliberális pártok, pártcsaládok azok, amelyek ilyen jellegű botrányba keverednek, mégis, amikor most itt lenne a lehetőség arra, hogy bizonyítsák azt, hogy már pedig ők a végére járnak, megtisztulnak és következmények alá vonják az ilyen eseteket, akkor azt látjuk, hogy felelősséget hárítanak, és elbagatelizálják ezeket az ügyeket. Amikor azt mondtam, hogy a baloldal, úgy értettem, hogy házkutatások már, tehát ezek már ugye nyomozati cselekmények, nem az, hogy hát szerintem a Sanyi egy picit gyanús lett, azért egy házkutatás ennek komolyabb, erre gondoltam. Természetesen ezek azért megalapozott gyanúval indulnak ezek a nyomozások. Most ez meg nem vett ez a ügy, ami most már egy éve húzódik, rossz fényt az Európai Parlamentre? Dehogy nem, nagyon rossz fényt vett, tehát éppen ezért fogalmaztam úgy, hogy hitelességi válságba is kerül ilyen értelemben maga az Európai Parlament, illetve a testület is, illetve azért én itt kitérnék egy pillanatra arra is, hogy a további uniós szerveknek a feladata, felelőssége is azért igencsak komoly lenne ez ügyet illetően, ugye itt megemlíthető az Európai Uniónak az ügyészsége, vagy az OLAF, amelyek már tettek ilyenkor mi az ügyészség például? Hát az ügyészségnek lenne nagyon komoly feladata és felelőssége ez ügy terén, hiszen az a szervezet, amely nyomozást is indíthat, illetve bűnügyi eljárást is kezdeményezhet különféle eseteket, illetve mégis azt látjuk, hogy komoly hallgatásba borult ez az intézmény. Az Európai Ügyészség hallgat, a belga szövetségi rendőrség megnyomoz. Nem értem én, szóval. Na, igen. Hát nálunk a TSZ-ben volt belső ellenőrzés, nincsen? Hát az mutatja mindez a probléma vagy eset, hogy az Európai Uniónak a belső mechanizmusa, a belső önvédelmi mechanizmusa az tulajdonképpen kudarcot vallott azokban az esetekben, amelyek az Európai Uniós polgárok érdekében, az adófizetők érdekében vizsgálatokat folytatna, hiszen ne felejtsük el azt, hogy az Európai Uniós polgárok azok, akik fenntartják ezeket az intézményeket, finanszírozzák ezeknek a működését, nem kis pénzből működnek ezek a szervek, intézmények, hatóságok, mégsem látják el a hozzájuk fűző, vagy az ő hatáskörükbe tartozó feladatokat. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.